Súlyos aszály sújtotta és sújtja a szántóföldeket ebben az évben. A különösen az ország keleti felét érintő szárazság miatt a búza minősége is elmarad a szokásostól. Ellátási gond ugyan nincs, de a kenyér és a péktermékek drágulásához az időjárás is hozzájárult. Lakatos Tibor, a Magyar Pék Szövetség alelnöke 35 perc című műsorunkban az egyéb tényezőkről is beszélt. Elmondta, a péküzemek ma már négyszeresét fizetik a lisztért, mint egy évvel ezelőtt, az energiaárak pedig hamarosan hétszeresére emelkednek. Emiatt is közelíti meg például a kilós félbarna kenyér ára az 1000 forintot. Most egy éve ezelőtt 88 forintért vettük ezt a 55-ös lisztet, most ennek a jelenlegi ára 210 forint, de sajnos a búzatermésnek a rossz eredménye és a világpiaci árak miatt vélhetően a malmok elmondása szerint ez 250 forintra fog fölmenni ennek a lisztnek a nettó átadási ára. Ez már akkor több mint háromszoros emelkedés. Ez több mint háromszoros emelkedés, tehát ezt nyilván ezt a pék szakma ezt nem tudja kigazdálkodni. De hát ugye nagyon sok tényező befolyásolja meg a terméknek az önköltségét, azért mondok átadási árat, hiszen mi azt tudjuk befolyásolni, azt tudjuk tovább hárítani. Nagyon jelentős költségnövekedés az energia. Ugye a pékek döntően éjszaka dolgoznak, meleg kemencével, meleg kemence nélkül nem lehet kenyeret sütni, tehát vélhetően a mostani tárgyalások során ugye a Pék Szövetség is tárgyal a energiabeszállítókkal, jelenlegi árnak közel 6-7-szerese lesz szeptemberben. Ez a gulyás kenyér lett idén a Szent István napi kenyér. A Balmazújvárosban sütött termék különlegessége abban van, hogy többfajta lisztet és zsírt is tartalmaz. Ennek köszönhetően hosszú ideig friss marad. Lakatos Tibor szerint a kenyér drágulása miatt a vásárlók a jövőben inkább az ehhez hasonló, minőségibb és kisebb termékeket választják majd. Én azt tudom tanácsolni, hogy a kilós kenyerek helyett próbálnak az emberek a vásárlói szokásukon is változtatni, és keressék azt a terméket, azt a kenyeret, ami hosszú, több napon keresztül, hosszú órákon, napokon keresztül is friss marad, könnyen megemészheti a szervezet. Csak egy példát mondok, Ausztriában voltam múltkor, ott van olyan üzlet, ahol 4 szelet kenyeret vesznek az emberek, mert nem spazarolnak, meg tudja, hogy ez a kenyér másnap elfogy, és akkor veszi a jobb minőségű kenyeret. Tehát egy picikét azt gondolom, hogy meg kell változni a szokásoknak, és el kell abba az irányba enni, hogy kovászolt kenyeret vegyenek az emberek, a kovász, ugye, az a kovász a kenyér lelke, és azt keressék, és abból ne vegyenek csak fél kilós vagy 25 dekást, és azt gondolom, hogy ezáltal jóval több pénz marad a pénztárcájukba a vevőknek, hogyha ebbe az irányba mennek el. Lakatos Tibor hozzátette, a drágulás akkor állhat meg, ha a világpiacon is mérséklődik az áremelkedés. A szakember szerint a legcélszerűbb az áfa csökkentés lenne, mint mondta, több más ország esetében bevált ez az intézkedés.